Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk kősziklája. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Szeretnénk őszintén megalázkodni előtted, hatalmas örökkévaló mindenható Isten. Szeretnénk téged valóban Istenként tisztelni, úgy, ahogy senki mást nem lehet és nem szabad. Bocsáss meg, Úrunk, hogyha sokszor engedtünk a múlt héten is a kísértésnek, hogy magunkat istenítsük. Bocsáss meg, hogy olyan sokféleképpen tudunk mi dicsekedni. Bocsáss meg, ha észesen vettük, hogy megalboltuk a te dicsőségedet. Márpedig te olyan világosan mondod, hogy dicsőségedet másnak nem adod. És mindig megítéled azt, aki a te dicsőségedre tör. Megvalljuk előtted a mi sokféle büszkeségünket. Bocsáss meg, hogy annyira természetünké vált az, hogy magunkban bízunk. Olyan nehezen tudjuk elengedni a dolgainkat, és mindenestül teljád bízni mindent. Bocsáss meg, hogy olyan könnyen igénybe veszünk alulról való sötét segítséget is. Pedig tudhatnánk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, és tőled származik. Azzal a reménységgel állunk most előtted, hogy adsz nekünk felülről való ajándékot, tökéleteset, Istenit. Áldunk téged azért, hogy adtad a te egyszülött fiadat ennek a világnak, és ezért a világért, amelyik fellázadt ellened. Áldunk téged, hogy a te szereteted nem függ a miénktől. Köszönjük, hogy öröktől való szeretettel szerettél minket, és azért terjesztetted ki reánk a te irgalmasságodat. Olyan nagy szükségünk van a te irgalmadra. Jézusért a te irgalmadból engedj most magadhoz közel minket. Vonj minket a te szeretetednek az erőterébe. Szétszivál bennünket a világ, és mi ostoba módon olyan sok sötét erőnek engedünk. Hiányzik az éberség is belőlünk, sokszor csak későn ébredünk már föl. Könyörülj rajtunk, és most a te közeledben hadd tudjunk tájékozódni. Könyörülj rajtunk, és készíts föl minket arra a harcra, amelyikről a te igéd mondja, hogy szép harc. A hitnek a szép harcához adj nekünk erőt, adj nekünk bizalmat, és add azt a bizonyosságot, Jézus Krisztus, hogy te győztél. És ebben a harcban is a te győzelmed lehet a miénk hitáltal. Kérünk téged, hogy úgy hirdettesd a te igédet közöttünk, hogy az hitet teremtsen bennünk, vagy megújítsa, megerősítse a mi hitünket. Amen. Két helyről olvasom Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 13. részéből, és a Galata levél 5. részéből. A rómaiakhoz írott levél 13. részének 11. és következő verseiben így szól Isten igéje. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felselkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. És a Galata levél 5. részének 16. és következő verseiben így szól az ige. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek,
nem vagytok a törvény alatt. Kedves testvérek, három alkalommal volt már szó az óemberről és az új emberről, ezekről a nagyon fontos újszövetségi fogalmakról. Először ezeknek a jellemzőit vettük sorra, azután láttuk, hogy hogyan születik és mitől erősödik az új természet, legutóbb pedig arról volt szó, hogy miért szükséges kivétel nélkül mindnyájunknak újjászületnünk. Most szóljunk még végül a két természet harcáról. Arról, amiről Pál apostol ebben az egész fejezetben ír a Galatáknak, és amit így summáz, hogy a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Most már valószínűleg mindannyian megtanultuk az igéből, hogy ami megromlott természetünket nevezi a Biblia óembernek, vagy itt ebben a mondatban Pál apostol testnek. Mindannyian így születünk. Vadfa ez, amelyik vad gyümölcsöt terem. Ahhoz, hogy nemeset teremjen, be kell oltani. Aki hittel befogadja Jézus Krisztus tiszta, nemes, isteni életét, abban születik meg az új ember, egy merőben új természet, Krisztus természete, abban kezd el élni Krisztus, az az ember válik olyanná, aki már bemehet az Isten országába, akinek van érzékenysége a lelki valóságokra, aki újra közösséggel kapcsolatba kerül Istennel, aki érti őt, aki tud nem vétkezni, mert egyébként nem tud nem vétkezni, csak az Isten akaratával ellenkezni tud. Az új ember az, aki keresi Isten akaratát, és örömöt jelent neki az engedelmesség. Így válik valaki Isten gyermekévé, így kap bűnbocsánatot és örök életet. Sokan azt gondolják, hogy ezzel aztán befejeződnek a harcok, végre megnyugszik, és elkezdődik a felhőtlen boldogság. Valóban elkezdődik valami olyan boldogság, amiről fogalmuk sincs az újján nem született embereknek. De ez nem azt jelenti, hogy vége minden harcnak. Ellenkezőleg azt jelenti, hogy elkezdődik valami olyan speciális harc az újjászületett ember életében, ami csak az ő számára ismeretes. A két természet ádász küzdelme. Mert megmarad a régi is, és él már benne az új. Amíg csak a régi élt, addig nem volt probléma. Addig különösebb gondolkodás nélkül, fájdalom nélkül vétkezett. Sokszor észre sem vette, hogy vétkezik. Az volt a természetes, mert az következett a természetéből. Most azonban, hogy ismeri már Isten akaratát, és akarja is azt, elkezdődik a réginek a küzdelme ez ellen, és az új élet küzdelme ezért, ennek érdekében, és ez az a harc, amiről a felolvasott igékben hallottunk, és amiről most röviden szóljunk. Az egyik új probléma az az újjászületett ember életében, hogy lehetővé vált neki a kettős élet. És ezt sokan meg is próbálják. Ha maradunk az eredeti hasonlatunknál, akkor arra a kérdésre kell itt most felelni, hogy lehetséges-e az, hogy ugyanaz a fa teremjen vadgyümölcsöt is, meg nemeset is. Lehetséges ez? Lehetséges. És mikor? Akkor, hogyha nem minden ágát oltották be. A kertészek tudják, hogy az igazi az, ha egészen fiatal korban, így mondják, hogy a gyökér nyaknál beszemzik, és akkor ami a föld felett van, az már mind nemes lesz. Csak a gyökérzet marad vad. Ez az igazi. Idősebb korban azonban sokszor ezt már nem lehet megcsinálni, hanem áganként kell beoltani, vagy esetleg beszemezni. És lehet az, hogy kimarad egy-két ág. És azon továbbra is a régi vad terem, csak amit beoltottunk, azt kezd nemeset teremni. Sokan megpróbálják ezt lelkiképpen is. Ez azt jelenti, hogy valaki az életének egyek területére nem engedi be Jézust. Ott továbbra is ő akar élni. Sok kérdésben enged neki, várja az ő segítségét és vezetését is,
De vannak kérdések, amikor vagy azért, mert úgy gondolja, ez magától értetődő. Ezt mindenki maga tudja csinálni. Ehhez én is értek. Ez nem a vallás szférájába tartozik. Vagy azért, mert tudatosan engedetlen akar maradni. Ott nem hajlandó engedni Isten akaratának. És kialakul a kettős élet. Itt-ott terem még a régi vad is, és megjelennek új gyümölcsök is. Ez sokáig nem lehet vinni. Lelkiképpen, a lelki életben semmiképpen nem. Isten igéje arra bátorít ma minket, hogy adjuk át neki az egészet. És ahova még nem engedtük be Jézust a mai napig, oda most mindjárt hívjuk be, és mondjuk azt, hogy Uram, ott is te legyél az Úr. Az életem minden helyiségének a kulcsát átadom, mindenütt a te akaratod érvényesüljön. Én nem akarok élni sehol sem. Hadd legyen érvényes mindenre az, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De ha ez megtörténik, és nagyon fontos, hogy megtörténjék mindannyiunk életében, akkor sem kerülhetjük el azt a harcot, amiről itt Pál apostol ír. Hogy történik ez a harc a gyakorlatban? Úgy, hogy a bennünk megszületett új természet, az új ember szenvedélyesen vágyakozik Isten igéjére. Az óember lustálkodni és szórakozni akar ugyanakkor. Az új ember az új barátok között érzi jól magát, mert a hívők közösségében erősödik. Az óember meg ragaszkodik a régi kapcsolatokhoz, különböző magyarázatokkal nem akarja azokat megszakítani, noha nyilvánvaló, hogy azok nem erősítik, hanem gyengítik az elkezdődött új életet. Az új ember minden tekintetben becsületes akar lenni. Az óember mindig megfertőzi ezt a becsületességet valami kis hazugsággal, csalással, képmutatással. Az új ember akkor boldog, ha Isten rendjét fölismeri, tudomásul veszi, abba beilleszkedett. Az óemberre jellemző az, hogy hajszolja magát és másokat. Az új embernek a kevés is elég. Az óembernek soha nem elég semmi. Annak a sok is kevés. És ebből állandó ütközés van. Naponta folyamatosan dúl ez a harc az újjászületett emberben. És különösen kezdő hívőket nagyon megvisel ez a küzdelem. Valami olyasmit élnek ők át, meg élünk át mindnyájan, akik ebben a harcban vagyunk, amit arról a bizonyos kocsiról mondottunk az egyik ige hirdetésben, amit izomerővel nem tudtak feltolni egy bizonyos emelkedőn, de aztán a rászerelt motor az könnyedén felhúzta. Amikor a motor működik, akkor is hat a kocsira a nehézkedési erő. De egy másik erő, egy másik törvény hatása alatt ezt nem is veszik észre. Mert az a törvény nagyobb, az legyőzi emezt. És amíg a motorra hagyatkozik az ember, addig nem zavarja különösebben a lefelé húzó erő. Mihelyt a motort kikapcsolja, a lelki életben úgy mondjuk ezt, mihelyt újra magában kezd bízni. Abban a pillanatban hatni kezd és győz a lefelé húzó erő. A bűnnek a nehézkedés jelje. Arra kell itt nagyon vigyáznunk, hogy soha ne térjünk vissza ahhoz, ahonnan kihozott minket Isten az újjászületéskor, hogy magunkban bízzunk. Olyan különös, hogy a lelki életben könnyelműen elkövetünk olyan hibákat, amiket a fizikai életben nem. Ha valakinek elromlik az autója, eszébe jutna-e az, hogy így gondolkozzék, erre a 100 kilométeres útra nem érdemes már megcsináltatni, eltolom én ezen a rövid szakaszon a kocsit. Ez senkinek nem jutna eszébe. Hanem ha neki el kell mennie arra az útra, akkor azonnal megcsináltatja. Inkább félretesz más munkákat is, de vinni kell a javítóba. És a lelki életben mégis megpróbáljuk azt, hogy miután már megtapasztaltuk Jézus Krisztus lendítő erejét, az ő szent lelkének az emelő erejét, mindig újra megpróbálunk ismét magunkban bízni. Azt gondoljuk, hogy megy ez már magától is, vagy megy ez már magunktól is, mintha lehetne benzin nélkül üzemeltetni a motort, mintha lehetne motor nélkül haladni egy járművel. Mintha a Jézus Krisztussal való folyamatos és pillanatonként megújuló közösség nélkül
bármit tudna egy hívő ember tenni. Hívő emberek szoktak kételkedni Jézusnak ebben a mondatában, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De hát azért ezt vagy azt mégis cselekedhetünk. Semmit. A legegyszerűbbet is csak elrontani tudjuk nála nélkül. És attól kezdve, hogy egyszer valaki már kapcsolatba került vele, még inkább érzékelteti velünk azt, hogy nála nélkül semmire nem vagyunk képesek. Akiben maradt még gőg, és az van bennünk jó adag, annak újra és újra bukásokon, kudarcokon át kell megtanulnia, hogy Jézus nélkül semmit sem cselekedhetem. Minden pillanatban le kell győzni a bűnnek ránkható nehézkedési erejét. És e fölött csak az új törvény, a Jézus Krisztus lelkének törvénye ad győzedelmet. Minden engedetlenség, önhittség, hitetlenség azt jelenti, hogy kikapcsoltam a motort. És egy darabon a lendület még viszi a járművet, de aztán feltétlenül megáll, s ha éppen lejtőn van, csúszni kezd, gurulni kezd visszafelé. Ó, de sok ilyen lecsúszott, visszacsúszott hívő ember van itt közöttünk, akiknek valami miatt, valami bűn miatt, engedetlenség miatt megszakadt a Krisztussal való élő kapcsolatuk, és azt hiszik, hogy megy ez egyedül is, és úgy megy, ahogy kinéz az életük. Jézus Krisztus kész megújítani is bennünket. Akik egyszer ővel a kapcsolatba kerültek, azokra neki különösen is gondja van. Vizsgáljuk meg ma, hogy nem mi vagyunk-e az ilyenek. Nincs-e szükségünk megújulásra. Erről a harcról azonban tudnunk kell, hogy ez nem rendellenesség a hívő ember életében, hanem egészen természetes. Sőt, ha valaki nem ismeri az óember és az új ember harcát, félő, hogy nincs is két természete. Csak óembere, csak a régi természete van még, aminek nincs kivel harcolnia. És ezért van olyan nagy csend és nyugalom, olyan zavartalan testpedés és poshadás a lelki életében. Aki újjászületett ember, az ebben a harcban él és ég. De ez az egyetlen harc, amiről Isten igéje azt mondja, hogy szép. A pozíció harcra nem mondja, hogy szép. A háborúkra nem mondja, hogy szép. A testvér küzdelmekre, vetélytársak marakodására nem mondja, hogy szép. Ilyen utálatos harcokban vérzünk el és pocsékoljuk el az energiánkat. Isten igéje azt mondja, hogy a hitnek szép harcát kell nekünk harcolnunk. Pillanatról pillanatra újra Jézus mellett dönteni. Újra megvallani a magam erőtlenségét és dicsőíteni az ő erejét. Újra és újra ráhagyatkozni, belé kapaszkodni, rábízni magamat egészen, és bízni benne egészen. Az óember, ahogy itt olvastuk, a test, az a rés, amin keresztül újra és újra alulról jövő démoni támadás érheti az életünket. Ezért mondja Jézus, hogy szakadatlanul résen kell állnunk. Legyetek éberek, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Sőt, nem is ilyen mediális vagy passzív ige van ott, hanem egy aktív ige, így kellene fordítani, hogy ne menjetek bele a kísértésbe. Legyetek éberek, és imádkozzatok. Az imádság tart minket ébren. Az imádság ránt újra vissza mindig Jézus közelébe. Az imádság őriz meg az ő erőterében. Az van védve, aki szüntelen tud imádkozni. A sátán lesi mindig, hogy mikor támadhat ezen a résen, amit a mi óemberünk, régi természetünk jelent. És nagyon pontosan tudja, hogy mikor lehet a legkönnyebben támadni minket. Fizikai fáradtság idején. Jézus nem a 40 napos bőjtje elején támadta meg, hanem miután megéhezett. Egy-egy lelki megtorpanás alkalmával, valami nagy veszteség életünk egy-egy földmozgása, földrengése idején, és a halál küszöbén. Hívő embereknek is nagyon kemény hitharcuk van a halál előtt. Ennek sokszor vagyok tanúja egy-egy halálos ágy mellett. Amikor nagyon gyönge Isten gyermeke valami miatt, akkor próbálja bizalmatlanná tenni a gonosz Istennel szemben,
akkor próbálja elszakítani tőle, szembeállítani vele, vagy próbálja megfélemlíteni. Mi lesz, ha itt is engedelmeskedsz? Mi lesz? Vajon mi lesz? Győzelem lesz. Aki engedelmeskedik, az kapja a Krisztus győzelmét. Jézus Krisztus minden engedelmességünkre hatalmasan válaszol. Tessék kipróbálni. A gyülekezet életében is látom, a személyes életünkben is. Amikor készek vagyunk minden emberi meggondolás ellenére, az Isten világosan megértett akaratának engedelmeskedni, hatalmasan válaszol rá. Csak engedelmeskedni érdemes. Az új életben csak így lehet előre jutni. Merjünk mindig őre jáhallgatni. A támadásokról nem tehetünk. Arról, hogy az ellenség kihasználja ezt a rést, amit a mi régi természetünk jelent. Valaki így mondotta, hogy az első tekintetedért, valamilyen tisztátalan tekintetért az ördög felelős, de a másodikért már te. És ezért mondja itt az apostol, hogy a testet ne tápláljátok a kívánságokra. A baj mindig ott kezdődik, hogyha magunkban kezdünk bízni. Hogyha elkezdjük ingerelni a testet, akármilyen értelemben, hogy majd abba hagyjuk, amikor akarjuk. Ez önhittség. Ez mindig az ördögnek a sugallata, hogy ura vagy te magadnak, hát akkor hagyod abba, amikor akarod. Nem tudjuk abba hagyni, mert érvényesül a lejtő törvénye, hogy lejtőn a testek egyenletesen gyorsuló mozgással közlekednek. Ha csak valami külső erő meg nem állítja őket. Nem érdemes lejtőre lépni, mert ott csak lefelé lehet gurulni. Mi az az erő, ami minket fölfelé húz és szakadatlanul emel? Ami megőriz attól, hogy magunkban bízzunk. A zsidókhoz írt levelet sokat szenvedő, nehéz harcokban álló olvasókhoz írták. És abban van válasz erre a kérdésre, hogy mi az, ami minket megtarthat ebben a harcban. Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, az a szó van itt, hogy behálózó bűnt. Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, nézvén a hit fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelketekben elalélván, mert véreig még nem álltatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Tusakodásról, harcról, kitartásról, a saját csüggedésünk elleni küzdelemről van itt szó. De egy szóval sem állítja, hogy mi nyerjük meg ezt a csatát. Azt mondja, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Nekünk minden kísértés helyzetből Jézusra kell néznünk. Ahogy Luther Márton szép éneke mondja, erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk, de küzd éltünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. Akinek ismerős ez a harc test és lélek között, aki ezt vállalja és vívja, annak úgy kell ezt harcolnia, hogy közben tudja, ez a harc már eldőlt. Jézus megnyerte ezt a harcot, és Jézus győzelme lehet a miénk. Az imádság mindig közel visz hozzá minket. A bőjtölés, a másik kar, amivel őbelé kapaszkodhatunk, segít az éberségben. De egyedül az ő könyörgése és az ő bőjtje volt az, ami diadalt aratott az ellenségen. Nekünk még ez sem adatott meg, hogy mi győzzünk. Tudomásul kell vennünk, hogy nem tudunk a magunk erejéből győzni. A győzelem is hitáltal lesz a miénk. Ennyire alázatban tart minket a mi Urunk. És ennyire csak azt tud előre jutni, csodákat átélni, győzelmes életet élni, aki alázatban marad, és egyedül ő benne bízik. Említettem a bőjt szót. Bőjti időben élünk. Éppen ezen az összefüggésen belül lehet megérteni, hogy mit tanít a Szentírás a bőjtről. Sokkal tágasabb kategória ez,
mint ahogy mi gondoljuk. Azt olvastuk az igében, hogy a testet ne tápláljátok a kívánságokra. És itt most testen ne csak ezt a néhány kilónyi hústestet, ami előttünk van, értsük, hanem a bibliai értelemben értsük ezt a régi természet, az óember, a külső ember, a velünk született természet. Ezt ne tápláljátok a kívánságokra. Amikor például alkalom nyílik arra, hogy szerepeljünk. Amikor a másik nembeliek előtt elkezdünk alakítani, játszani. Amikor valaki a műveltségével vagy a szaktudásával kérkedhetne. Amikor ott az alkalom, hogy valakit meg lehet szégyeníteni, és ezáltal a magunk dicsősége növekszik. Ez mind-mind lehetőség a test táplálására. Ha valaki éber, akkor ezt észreveszi idejében, és a testet nem táplálja a kívánságokat. Megvonja ezt a táplálékot az óemberétől. Tudatosan elsolvasztja, legyengíti a maga óemberét. És két héttel ezelőtt láttuk azt, hogy mindaz, ami gyengíti az óembert, erősíti az újat. És mindaz, ami gyengíti az újat, táplálja az ót. Virulens nagyon a mi óemberünk. Nagyon vigyázni kell arra, hogy minden táplálékot megvonjunk tőle. Ez a világ, amelyikben élünk, az óembert akarja megszólítani. Minden azt eteti, erősíti, táplálja. Minden látnivaló, minden, amit hallani lehet. Számos olyan alkalom, hogy valakiről éppen beszélnek, mi is csatlakozunk, mi csinálunk ott. Ha mi is csatlakozunk azokhoz, akik a távol lévőt rágalmazzák, az óember tápláltuk. Isten lelkével fordultunk szembe. Az újat tettük erőtlenni, és közben panaszkodunk, hogy nem elég erős a hitünk, nem tudunk eléggé imádkozni, nem használ Isten. Miért táplálom az óembert a kívánságokra? Az ige parancsa az, hogy a testet ne tápláljátok. Ez a bőjtnek az igazi bibliai értelme. Az, hogy minden helyzetben kész vagyok a test ellen, Isten lelkének a javára dönteni. Vagy más szavakkal, mindig újra kész vagyok önmagam ellen, Jézus mellett dönteni. Mert a réginek és az újnak a harca az ez. Én vagy Krisztus? Amikor én magamat fontossá teszem, amikor mindenképpen érvényesülni akarok, amikor a magam igazából nem engedek, táplálom a testet, sorvasztom az új embert, és utána nyafogok, hogy jaj, nem jutok előre a hitben. Ne adjak enni az óembernek. A testet ne tápláljátok a kívánságokra, de tápláljátok az új embert. Igével, csenddel, imádsággal, engedelmességgel. Aközben erősödik és virul, és egyre kevesebb tere marad a réginek. Nekünk tulajdonképpen nem a régivel van bajunk. Nekünk az újat kell erősítenünk. És ehelyett követjük el sokszor azt a hibát, hogy a régit tápláljuk. Erre mondják a kívülállók azt, hogy jaj, szegény hívő emberek, hát már ez se szabad nekik, meg az se, hát nincs azoknak semmi örömük. Fogalmuk sincs arról, hogy milyen örömöt jelent a Krisztussal való közösség és az új élet. Csak néhány Zsoltár verset hadd idézzek, szinte mindegyikből lehetne ilyen bizonyságtételt, amelyik arról szól, hogy nagyságrendileg sem lehet összehasonlítani azt az örömöt, amit Krisztus nélkül vagy Krisztussal él át az ember. A negyedik Zsoltárban mondja ez Dávid nagyon nehéz helyzetben, amikor elsorolja, hogy az ellenségeinek milyen jól megy, és milyen gazdagok. Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Ma is azt hiszi az emberek túlnyomó többsége, hogy akkor lesz boldog, ha sok a búzája és bora, vagy ezt be lehet helyettesíteni sok mindennel. Azt mondja Dávid, hogy nagyobb örömöt adsz te a szívembe. Az, hogy közel vagyok hozzád, mintha bármim lenne. Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad. Nem alkalmi öröm morzsák. Teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ilyen örömöt ad Isten az övéinek, csak hát azt kell eldönteni, hogy mi nekünk a nagyobb gazdagság. A sok búza és bor, vagy pedig a Krisztussal való közösség. Van egy leírás a zsidókhoz írt levél 11. részében,
amelyik azt a pillanatot örökíti meg, amikor Mózesnek döntenie kellett, hogy mi él neki többet. Nagy kínálat, nagy felajánlást kapott a test számára. És ugyanakkor ott volt a maga minden válható nehézségével, küzdelmével az Isten ajánlata. Melyiket fogadja el? Azt olvassuk, hogy hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomolgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Rendkívül éles a fogalmazás. Egyiptom kincsei, ez az, ami a testnek kell. Ezt falja, ezért képes mindenre. Ezt táplálja őt. A Krisztus gyalázata, ez az az új érték. A lélek éltető közege, a Krisztussal való közösség, amelyikben az új természet jól. Egyiptom gazdagsága, a Krisztus gyalázata. Isten nem elejti véka alá a valóságot. Egyiptom valóban jól fizet. A világ fizet. A végén kell majd annak fizetnie, aki elfogadott tőle mindent az életével. Ez az, amit nem hisznek el az emberek. A Krisztus követés, a neki való szolgálat sok-sok gyalázattal jár együtt ebben az életben. De a megjutalmazás az örök. Mi kell nekünk? A bűn rövid ideig tartó gyönyörűsége, vagy a Krisztushoz való hűség örök jutalma? Ez az alternatíva. Elfogadjuk-e újra és újra az előbbit, ami táplálja az óemberünket? Vagy elhatároztuk már komolyan, hogy a testet nem tápláljuk a kívánságokra? Egyiptom gazdagságánál jobban szeretjük a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintünk, mert távlatunk van, mert a következményeket is látjuk. És hiszünk annak a Krisztusnak, aki ezt mondja, aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székembe velem, amint én is győztem, és ültem az én atyám királyi székébe. Ha valaki kész egy életen át a kis székre, sőt a porba leülni, ha valaki kész magát újra és újra megalázni, és a megaláztatásokat alázatosan elfogadni, az követi Krisztust, az megtagadja magát, és az oda érkezik meg, ahol ő van. Kell-e nekünk így mindenestül a Krisztus útja? Vagy pedig azt mondjuk, köszönjük szépen, nem, elég vagyok én magamnak, inkább a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, az óembert akarom táplálni. Olvastam egyszer valahol néhány sort arról, hogy az óember és újember harcában hogy születik a győzelem, ezzel hadd fejezzem be. Ha elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és uradnak hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor az győzelem. Ha a jót, amit teszel vagy tenni akarsz, mások kigúnyolják, nem veszik észre, ha vágyaid meghiúsulnak, ha a többiek éppen azt teszik, ami neked nem tetszik, ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, és te mindez zúgolódás nélkül türelemmel elfogadod, és dicsőíted az Istent, akkor az győzelem. Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy. Ha minden ruházattal, minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, ahogy urad vezet, megelégedett vagy, akkor az győzelem. Ha mások rossz kedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét, pontatlanságát, ami téged egyébként bosszant, mérgelődés és zúgolódás nélkül elviseled, akkor az győzelem.
Ha a körülötted levő különbségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz, és elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor az győzelem. És ha sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat, sikereidet kiemelni, ha nem vágysz mások dicséretére, ha szeretsz ismeretlen maradni, egyedül Istennek adni dicsőséget, hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor az győzelem. És folytathatnánk még tovább, ha tudsz jót mondani arról, aki rólad rosszat mondott, ha tudod szeretni azt is, aki téged nem szeret, ha segíted, aki neked ártott, akkor az győzelem, a Krisztus győzelme benned. Mert ezzel az új embert tápláltad, és közben a régi egyre gyengébb lesz, és elsorvad. Legyen hát saját hitvallásunk, tervtégen Gellért vallomása. Ó emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom. Ki vélnek, testnek enged, az nem jár jó úton. Ha láthatót ne bánd, csak rázd le, mi kötözne, hadd törjön éned össze, menvén halálon át. Imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk téged azért a harcért, amit te vívtál meg értünk. Áldunk téged a kereszten alatt, hogy győzelmedért. Köszönjük, hogy eltépted ott a mi adós levelünket, és lefegyverezted a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogattad, diadalt vévén rajtuk. Szeretnénk hittel a te győzelmedből élni. Bocsáss meg, hogy sokszor vakmerő, magabiztos, önhit módon mi kezdünk el csatározni a gonosszal. Bocsáss meg a mi vakságunkat, ha sokszor észresen vesszük az ő támadásait. Olyan észrevétlenül be tud hálózni minket, mert nem vagyunk éberek, mert nem ismerjük a szüntelen imádkozást, mert talán nincs is bennünk az az eltökélt döntés, hogy a testet nem akarjuk táplálni a kívánságokra. Bocsáss meg, Úrunk, ha sokkal több módon erősítjük a régi embert, mint az újat magunkban. Bocsáss meg, ha nem is ismerős ez a harc nekünk. Szép békésen érdegélünk a magunk óemberével. Könyörülj rajtunk, és támasz világosságot most bennünk, és adj győzelmet nekünk. Köszönjük, hogy a Jézus Krisztus lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és halál törvényétől. Életünk minden pillanatában a te emelő erődre szeretnénk hagyatkozni. Kérünk, hogy semmi el ne szakítson tőled, és ha bármi megzavarná mégis a veled való közösségünket, fájjon az nekünk, és segíts azonnal helyreállítani. Áldunk téged, hogy te magad tettél félre az útból mindent, ami ezt megakadályozhatná. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk terheinket, fájdalmainkat, testieket, lelkieket, magányosságunkat, csalódásainkat. Köszönjük, hogy veled hordozhatjuk a gyásznak a terhét. Köszönjük, hogy benned van a mi igazi vigasztalásunk. Te tanítasz meg minket reménységgel élni. Köszönjük, hogy túlláthatunk a láthatókon. Köszönjük, hogy ma is ígérted nekünk, hogy aki győz, az veled együtt ül a te királyi székedben. Bocsáss meg, hogy ezt kockáztatjuk, valahányszor itt akarunk királykodni. Szeretnénk megtanulni, hogy te szelíd és szívből alázatos vagy, és követni téged ebben. Kérünk, Urunk, hogy te, aki elkezdted bennünk a jó dolgot, folytasd és vidd teljesedésbe a te visszatérésed napjáig. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.